Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy barangolás Európában videó lesz, és a mai napon Romániába fogunk elbarangolni, ugyanis végre sikerült egy román szerzőtől olvasnom könyvet, illetve két román szerzőtől technikailag. A barangolásoknál egyébként alapvetően szokott olyan problémám lenni, hogy nyilván ugye molyan megpróbálok rászűrni az adott szerzős címkékre, és az alapján próbálok könyvet keresni, mert az a legegyszerűbb módja igazából az egésznek, meg nyilván így nagyobb a valószínűség, hogy olyat találok, ami mondjuk magyarul, vagy legalább angolul elérhető. Viszont van egy csomó olyan nemzetiség, ahol eleve mondjuk kevés a választék, vagy kicsi a választék, és nagyon nehéz olyan könyvet találni, ami olyasmi, amit én alapból olvasnék. Tehát alapvetően próbálok olyan könyveket keresni, amiket én alapból is olvasnék. Nem mindig sikerül, mert valahol limitált a lehetőség, vagy éppen nem találok olyan könyvet, ami mondjuk annyira szimpatikus, úgyhogy megpróbálom azt kiválasztani, ami mondjuk a legelérhetőbbnek tűnik talán, így tudok fogalmazni. Sajnos vannak olyan országok, amikből így nem jelenik meg mondjuk annyi könyv, mint mondjuk, nem tudom, norvég szerzőtől, azért abból is elég sok van, és még nem volt norvég barangolásom, az a legviccesebb. Na mindegy, úgyhogy a román szerzős saját választásom is ilyen volt, amit én alapvetően felpakoltam saját magamnak a kis polcomra, hogy majd ezeket olvasom, vagy hát ilyen tervpolcom van. Viszont nagyon-nagyon örülök, hogy felülíródott ez a terv, mert annyira nem éreztem azt a kettő könyvet is találtam, talán annyira nem szólítottak meg a könyvek, elolvastam volna a román barangolás érdekében, de hogy így sokkal jobban örülök, hogy egy másik könyvet sikerült ma a mai videóhoz olvasnom, mert ez sokkal jobban én vagyok. Ez pedig nem más, mint Iléna és Mária Surdukántól a Nor vakációja, ami egy ilyen atomaranyos képregény, ami most jelent meg könyv hétre a Cicerónál, és ebből ezt már a könyvheti vlogban láthattátok. És igen, román szerzőkről beszélünk. Egyébként az egyik szerző, Mária Surdukán már a radaromon volt, ugyanis neki van egy másik képregénye, ami nagyon-nagyon szépnek tűnik, ami a Vizitündér címet viseli. Viszont ez egy Romániában kiadott könyv, tehát itthon nem igazán kapható. Legalábbis én nem nagyon találtam. Közben már forrásaim elárulták, hogy hol lehet esetleg kapni. Viszont nekem a szüleim szoktak így AB minden évben menni Erdélybe, úgyhogy most kiadtam nekik a feladatot, hogy ha esetleg járnak könyvesbolt felé, légy szíves, nézzenek be, és hogyha van a Vizitündérből, akkor légy szíves, vegyék meg. Egyébként ilyen 60 oldalas képregényről beszélünk, tehát nem hosszú, két része van egyébként, de nagyon szépnek tűnik, és a pontos veszőknél láttam eredetileg. És így került a radaromra a Nor is, amikor a Cicero bejelentette, hogy bizony ők hozzák ezt magyarul. Ez a történet, egy ilyen, nem tudom, 100 oldalas képregényről beszélünk, de csodálatos. Az alapkoncepciónk az, hogy nyári vakáció, gyakorlatilag amit a cím is mond, és Nort a szülei, hogy ne egész nyáron a sötét szobában videójátékozzon, elviszik a nagyszülőhöz, és előrelátóan elveszik a konzoljának a töltőjét is, ahol is így Nornak gyakorlatilag rá lesz kényszerülve, hogy kimenjen a levegőre, és felhőpásztorkodjon, ugyanis felhőpásztor, azért van kis felhőhaja. És ezeket a kis cuki felhőket pásztorolja. Nagyon édes ez a könyv. Nagyon kis bájos. Alapvetően szerintem mindannyian voltunk ott, hogy a szülők kipateroltak minket a besötétített házból a levegőre. Én is voltam ott. Most már nem azért paterolnak ki, mert mondjuk sokat ülök a gép előtt, most már azért paterolnak ki, hogy olvasás közben érjen D-vitamin is engem. Bár mondjuk 40 fokban nem paterolnak ki azért már, szóval, mert az kicsit meleg. De igen, úgyhogy szerintem ez így minden gyerekkel nagyon tud rezonálni. És hát ugye elkerül a nagyszülőkhöz, ahol így felhőpásztorkodik, és különböző barátokra tesz szert, és különböző hát kalandokba is köveredik, mondhatjuk ezt. Úgyhogy nem lesz olyan unalmas az a 4 hét, amit a nagyszülőknél tült, mint ahogyan ő azt elsőre gondolja, hogy lesz. Nagyon-nagyon szép ez a képregény egyébként. Irtózatosan tetszett a stílusa, meg vannak, tehát meg már az első oldala zseniális egyébként, tehát hogy már én itt röhögtem, aztán
itt, amikor a... megy a mentő. Szóval itt, amikor lemeccselik, hogy mennek a nagyszülőkhöz. Zseniális, nagyon-nagyon mókás ez a könyv, illetve amit még így vizuális szintjén nagyon-nagyon élveztem, hogy meg lehet mondani, hogy Eddie ihlette a nagyszülőknek így a környezetét, kezdve onnantól, hogy egyből meg kiszúrja az ember a székely kaput. Itt mutatom is. Tehát, hogyha... Ott a székely kapu. Tehát szerintem, hogyha valaki már járt Erdélyben így egyszer, akkor annyira jellegzetes ez a táj, hogy azonnal fölismeri. Úgyhogy ez ilyen extra dolog volt benne még. Illetve ami még nagyon plusz pont a kötetnek, hogy van benne egy Jimur Jack nevű kis sárkány, aki itt a hátoldalán is megtalálható. Imádtam Jimur Jackot egyébként, nagyon kis, beszél is egyébként, nagyon kis cuki. Egyetlen bánatom, hogy alapvetően nem szerepelt annyit a történetben, hogy azt tudjam mondani, hogy ez egy sárkányos képregény. Pedig nagyon szeretném, hogy föltehessem a sárkányos könyves polcomra, de nem volt annyit. Tehát itt a képregénynek az elején volt, így a 23. oldalon került be, és utána volt egy pár... Utána egy ideig volt benne, kétszer megjelent, de hogy... Mindjárt mondom. Az 50. oldalon jelent meg utoljára. És így... 30 oldalon keresztül, kevesebb mint 30 oldalon keresztül élvezhettük Jimur Jackot csak. Ezért sajnos nem lesz sárkányos könyv, pedig nagyon szerettem volna, ha a sárkányos könyvnek tudom minősíteni, de sajnos nem tudom. Ja, és még egy nagyon... vizuálisan kielégítő dolog benne, hogy ugye eleve onnan indulunk, hogy ugye a sötét szobában játszik Nor, tehát ugye nagyon sápadt, és ugye kikerül a nagyszülőköz, és itt szép lassan elkezd lebarnulni, úgyhogy ez is így mutatja például, hogy erre is figyeltek, hogy mennyi idő eltelik, és akkor ugye a napsütés éri, akkor ugye meg lebarnul. Nagyon-nagyon szerettem ezt a képregényt, nagyon aranyos, ugye alapvetően ez egy gyerekképregény, de szerintem kicsit nagyok egyaránt tudják élvezni, mert nagyon-nagyon bájos, és nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy kijött magyarul, és el is tudtam olvasni, és amit nem is említettem, hogy egyébként én ezt recenzióban kaptam meg a Cicero könyvstúdiótól, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm nekik, és olvassatok Nort. Nagyon aranyos ez a könyv. Nagyon. Nagyon szerettem. Nagyon. Valaki összeszámolja, hogy hányszor mondtam azt, hogy nagyon, mert párszor biztos elhangzott. Szóval imádtam, és ez lesz a következő képregény, amit mindenkinek is a torkán le fogok ezentúl nyomni, és garantáltan benne lesz a 2023-as kedvenc képregényekben. De lehet még a kedvenc képregényekben, hogyha megint csinálok kategóriákat. Úgyhogy a Nor vakációja lett volna az a könyv, amivel végre eljutottam Romániába. Megyek lekaparni a térképemen végre ezt az országot is. És hát, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És olvassatok Nort. Nem viccelek, olvassatok Nort.